Köszöntöm Önöket a Sopron Televízió Életforma című egészségügyi magazinjában. Új eszközöket kapott a Soproni Gyógyközpont sebészet, illetve traumatológiai osztálya. Egy nagyívű eszközbeszerzés keretében már több osztályon is megújultak bizonyos berendezések. Most a sebészet, illetve a traumatológiai osztály kapott új eszközöket. Hogy pontosan miket, azt hamarosan láthatják, hiszen ott jártunk a helyszínen az átadáson. Betegforgalom szempontjából a kórház két kiemelt egysége a sebészeti és a traumatológiai osztály. Éves szinte mintegy 3000 sebészeti, érsebészeti beavatkozást és további 1600 traumatológiai, ortopédiai műtétet végeznek el a Soproni Gyógyközpont szakemberei. A két évtizede épült műtők felújítása időszerűvé vált. Az új készülékekkel megduplázódott a laboroszkópos műtéti kapacitás, tehát e technikával a jövőben a korábbinál több beteget tudnak megoperálni a kórház sebészei. Használat után ez a műtő megérett arra, hogy egy felfrissítést kapjon. A építés során ez egy olyan szerencsés kialakítású, nagyon jó struktúrált műtő volt, ami az országban azt gondolom, hogy mintaértékű használhatóságát illetően, de hát elhasználódtak a padozatok, műtőlámpák, asztalok, és ezeknek a cseréje, felújítása történt meg ebbe a rekonstrukcióba. Így szinte egy új műtőt kaptunk vissza. A sebészet pedig a legnagyobb értékű fejlesztése egy új laparoszkópos toronnyal kapta meg, amiben arra nyílik lehetőségünk, hogy egyszerre két műtőbe tudunk az egyre bővülő laparoszkópos igénynek megfelelni a két toronnyal. Az előző tornyunk sem régi, az 3 éves, ezzel az újjal egyrészt képminőségében egy csúcs technológiai eszközt kaptunk, tehát a második műtéti lehetőséget a szinkron műtétekhez. A traumatológiai és ortopédiai beavatkozásokat szintén egy új műszer, az úgynevezett C-íves képerősítő segíti. A modern ergonomikus kialakítása kényelmesebb mind a betegek, mind az orvosok számára. Sugárdózisa is alacsonyabb a korábbinál, így a betegek és a kórház munkatársai is kisebb terhelésnek vannak kitéve. Mi kórházunk 20 éves, tehát mindig büszkék lehettünk rá, országos viszonylatban ez nagyon jó felszerelt, jó struktúrált központi műtéti blokkunk van, de előbb-utóbb használjuk, elkopik. Amortizálódik, így is történt. Egy nagyon komoly felújításon vagyunk túl, a központi műtéti blokk megújult, mellesleg a kórházban egyéb, mint mindenki tudja, más komolyabb beruházások voltak, diagnosztikai tömböt adtunk át. A mi munkánkat ez nagyon megkönnyítette. Itt állunk most egy nagyon modern, nagyon drága betegáltalmelő rendszer mellett, ami a betegek műtőbe jutatását megkönnyítette, tehát nem fizikai munkával kell itt 140 kilós betegeket átemelgetni, bevinni a műtőbe. Ez az első lépcső. Beérünk a műtőbe, a műtő padozata kiátcserélve, az ajtókat átalakították, új műtőlámpákat, halogénlámpát kicseréltük LED lámpákra, egészen más a fényviszony, új műtőasztalok, műtőlapok, műtéti tönkök jöttek, amik nagyon megkönnyítik a munkánkat. Mi itt a traumatológia ortopédiai osztályon kaptunk új képerősítő rendszert, egy C-es képerősítőt. Ez egy olyan röntgensugár adó készülük, ami alatt mi összerakjuk a törött csontokat, ott ellenőrizzük, használjuk ortopédiai műtétekhez, műtétek eredmények ellenőrzésre. De legnagyobb fontos, hogy mi röntgensugárban dolgozunk, és nagyon fontos, hogy ezek a készülékek már olyanok legyenek, olyan elvárásaink vannak, hogy ne adjon nagy sugárdózis, se a beteg, se a személyzet sugárszennyezése minimalizálódjon. Ezek már alkalmasak, ezek a készülékekre, hál' Istennek, ezek is igen komoly összebe kerültek, de a biztonság az elsődleges. A központi műtőben már voltak ilyen speciális képerősítők, használja a sebészet, érsebészet is, de minden osztály külön-külön kapott egyetemesen, mert ez a két osztály, sebészet, traumatológia a legfrekventáltabb, legnagyobb terheléssel dolgozó osztály, főleg itt télen, ami napi munkánk, a akutügyeleti ellátással
a baleseti ellátás mellett az elektív műtétek elvégzésére igen komoly erőket kell fordítanunk, mind a baleseti sebészetben, ortopédiában, úgynevezett mozgásszervi sebészetet végzünk itt Sopronban. A munkánk ezáltal megkönnyebbedett, de itt télen szükség is van erre, mert napi 3-4 akut műtétünk van, ugyanez ügyeletben. Az osztályunk nem nagy, tehát ilyenkor a matrixba kell elhelyeznünk a sérülteket, a betegeket, tehát elhelyezik az urológia osztályon, a sebészeti osztályon, ahol pontosan még vannak szabad ágyak, jó a kapcsolatunk tehát a matrixba dolgozó osztályokkal. Ez egy témunka, itt altatóorvos, nővér, szakdolgozó, beteghordó, minden ugyanazt azt a munkát végzi szinte, ugyanazért az ügyet, hogy a betegeket meggyógyítsuk. A traumatológiai osztály a műtéti tevékenységet támogató további kézi műszerekkel is gazdagodott. A teljes eszközbeszerzés segíti a kíméletes műtéti eljárások alkalmazását, ezáltal a betegek gyorsabb felépülését. Sokan panaszkodunk megfázásos náthás tünetekre ilyenkor a téli időszakban, és általában az az első, hogy megnézzük otthon a gyógyszeres dobozban mi az, ami fellelhető, és amivel mondjuk ezeket tudjuk gyógyítani, vagy mondjuk a megelőzéshez szerintünk feltétlenül fontos lehet, illetve rengetegen keressük fel ilyenkor házi orvosunkat is. Azonban nem feltétlenül kell a gyógyszerekhez nyúlni, hiszen vannak olyan természetes kis praktikák, amelyekkel meg tudjuk előzni a betegséget, hiszen nem csak a kezelés fontos, hanem a megelőzés is. Erről beszélgettünk Pap Orsolya természetgyógyásszal. Hát hál' Istennek az anya természet azért bőségesen ellátott bennünket itt télvíz idejére is, különböző gyógynövényekkel, gyógymódokkal, praktikákkal, de én a hangsúlyt elsősorban a megelőzésre helyezném, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb valamit megelőzni, mint a már kialakult problémát kezelni. Nagyon fontos, ugye hideg van, tél van, hideg van, nagyon fontos a megfelelő hőmérsékletnek, évszaknak megfelelő viselet, öltözködés. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert sajnos főleg a kamaszoknál, fiataloknál a divat sokszor felülírja a komfortérzetet, és aztán később ebből komolyabb problémák alakulhatnak ki. Számos olyan dologgal tudunk tenni az egészségünkért, amivel meg tudjuk előzni ezeket a megfázásos influenzás betegségeket. Ilyen például a megfelelő táplálkozás. Ugye most benne vagyunk ebbe a disznótoros időszakba, plusz ugye karácsony, szilveszter, most a farsangi időszakot éljük, tehát az étkezés az előtérbe, vagy túlsúlyba kerül. Hajlamosak vagyunk túlenni magunkat, főleg állati fehérjéből. Na most ezt tudjuk, hogy ez eléggé savasító hatású, és az immunrendszert legyengítheti. Tehát én azt javaslom, hogy az állati fehérjék fogyasztását azt mindenképpen csökkentsük, mérsékeljük. Tehát ez a heti két étkezésre történő húsfogyasztás, az mindenképpen elegendő. Mert ez is szerepet játszik abban, hogy mondjuk a szervezetünk legyengül, és könnyebben elkapjuk a betegséget? Így van, hiszen elsavasodik a szervezet, a savas szervezet vitaminokat, ásványanyagokat von el a szervektől, plusz nyákképző hatású, tehát a fehérjék, tehát a hús, a tojás, a tej, plusz az édességek nyákképző hatásúak, tehát amikor már mondjuk van egy kialakult betegség, akkor ezeket nem is szabadna fogyasztani, tehát tejterméket, édességet, húsfélét nem is ajánlott fogyasztani a már kialakult betegség során, hogy ne termelődjön plusz nyák. Aztán nagyon fontos a vitaminpótlás. Ugye ilyenkor kevesebb a friss zöldség, a gyümölcs, tehát fontos, hogy valamilyen plusz forrásból fedezzük a szervezet vitamin ásványanyag nyomelem igényét. Nyilván a legjobb az a természetes szerves vitamin ásványanyag forrás, ezt ugye főleg ilyenkor télen a csirákból tudjuk elérni, de
az összes többit pedig igenis tablettákkal, táplálékkiegészítőkkel kell bevinni. Én a multivitaminok mellett teszem le a voksot, mert ezek úgy vannak összeállítva, hogy egymás hatását ugye erősítsék, segítsék. Ugye nem mindegy, hogy a száztagú cigányzenekart hallgatjuk, vagy csak a brácsást meg a cimbalmost, tehát ezekre szükség van. Plusz nagyon sokszor találkozom C-vitamin és D3 vitamin hiányos emberekkel. Ugye ma már tudjuk, hogy a D-vitaminra nem csak a csontoknak van szüksége, hanem az immunrendszernél is óriási szerepe van. Tehát mindenképpen még a multivitamin mellett egy C-vitamin, D3 vitamin pótlás szükséges. Aztán nagyon jó hatású például a szauna. Mind az infraszauna, mint ugye a hagyományos finszauna, méregtelenít, izzadunk, melegíti a testet, tehát ezzel is akár a megelőzést, akár a gyógyulást elő tudjuk segíteni. Ezt milyen időközönként érdemes, tehát mondjuk elmenni szaunázni? Hát hetente egyszer mindenképpen, de ha valakinek két hetente egyszer sikerül, az is nagyon jó. Aztán amit én talán a legfontosabbnak érzek, az a, és felkiáltó jellel kétszer aláhúzva, az a mentális és pszichés egyensúlynak, egészségnek a megőrzése, a fenntartása, ugyanis ezen áll vagy bukik nagyon sok minden. A betegségeknek a legnagyobb része valamilyen pszichés konfliktusból indul. Kivétel képez ez alól a mérgezés, a baleset és a sugárzás. Tehát amikor elszenvedünk egy konfliktust, azt valamilyen érzelmi intenzitással éljük meg, és ennek az érzelemnek az intenzitása fogja meghatározni, hogy milyen súlyosságú lesz ez az elváltozás, vagyis maga a betegség. Ugyanis az agyunk az úgy működik, mint egy szuper számítógép. Tehát amilyen programot beadunk neki, azt fogja végrehajtani. Tehát hogyha valamin elkezdünk állandóan drámázni, van egy gondolat, ami állandóan ott van a fejünkben, ezt megtöltjük valamilyen negatív érzelemmel, félelemmel, haraggal, düvel, kétségbeeséssel, már is beírtunk egy programot a tudatalattinkba, és ezt a szuper számítógépünk végre is fogja hajtani. Tehát, hogyha elkezdünk azon parázni, hogy jaj, nem akarok beteg lenni, jaj, nem akarok megfázni, jaj, de félek, hogy elkapom a betegséget, beírtuk a programot, mert félünk a dologtól, pánikolunk, és már a számítógépünk végrehajtja a programot. Tehát akkor gyakorlatilag a szervezetünk elkezd átkapcsolni egy másik üzemmódba, és azt mondja, hogy mivel mi ennyire félünk a betegségtől, az agyunkra pedig ez olyan hatással van, hogy már pedig akkor sokkal gyengébb lesz a szervezetünk, és elkaphatjuk sokkal könnyebben a betegséget? Így van, tehát gyakorlatilag még azt is beprogramozzuk, hogy hol lesz az elváltozás, attól függően, hogy milyen érzelemmel éljük meg. Tehát az agyunk az nem ismeri azt a szót, főleg a tudat alatti, hogy nem. És ezt villámgyorsan be is fogom bizonyítani, tehát hogy most azt mondom, hogy ne gondolj egy kutyára, mi történik? Akkor rögtön a kutyára gondol az ember. Azonnal egy kutyára gondol az ember, így van. Na most ez mindennel ugyanígy történik, tehát ha azt mondja, nem akarok beteg lenni, nem akarok rosszul lenni, akkor a betegség, a rosszul levés, tehát ez van az agyamba, és ez fogja végrehajtani. És ugye most menetrendszerűen meg fog érkezni az influenza szezon, jönnek a híradásokból, ugye halljuk, hogy egyre több a beteg, érkezik az influenza, már itt is van az influenza, és akkor nagyon sokan erre ugye úgy reagálnak, rá stresszelnek, hogy jaj, úristen, most akkor meg fogok betegedni, influenzás leszek, jaj, csak nehogy elkapjam a buszon, vagy a pénztárnál sorban álláskor, jaj, csak nehogy a gyerek hazahozza az óvodából, iskolából, mert akkor beteg leszek, és már is beírtuk a programot. És mindegy, hogy van védőoltás, nincs védőoltás, gyakorlatilag az érzelmeinkkel előidézzük. Nos, nyilván a gyerekeknél azért ez máshogy működik. Ugye egy kisgyerek 7-10 éves koráig energetikailag összeköttetésben van az édesanyjával, és ott általában az anyának a félelme, ugye jaj, öltöz fel gyerekem, meg ne fázzál, meg fogsz fázni, ha nem veszel sapkát, sálat, jaj, nehogy elkapjad az óvodába, mert sok a beteg gyerek, és akkor gyakorlatilag a gyerek ezt éli meg, az anya stresszét. Most ebben nem akarok hosszabban belemenni, mert erről órákig lehetne beszélni, de lényeg az, hogy arra kell koncentrálnunk, amit szeretnénk, tehát egészséges vagyok, jól érzem magam a bőrömben, erős az immunrendszerem, napról napra jobban érzem magam, egyre jobban, tehát és ez az élet minden területén, minden gondolatra ugyanígy igaz. Na most, ha már viszont benne vagyunk, ugye,
Mert mondjuk itt a nagy félzben elkaptuk véletlenül, és azt mondtuk, hogy most már pedig betegek leszünk, és megbetegedtünk, akkor ugye vannak olyan különböző praktikák, amikkel otthon is lehet magunkat kezelni. Ugye nem feltétlenül kell csak gyógyszerre támaszkodnunk, vagy a védőoltásra, hogy van védőoltás, az majd elég lesz, ha nem, akkor elmegyek az orvoshoz, ő majd felírja a receptet, elmegyek a patikába, kiváltom, és ha szedem, akkor rendben leszek? Na hát erre nagyon sok praktikát kínál nekünk az anyatermészet, hogy ne kelljen gyógyszereket szedni, mert ugye az mindig egy drasztikus beavatkozás a gyógyszer, tehát ráadásul elnyomja a tüneteket. Ezt az orvosok is tökéletesen tudják, hogy elnyomja a tüneteket, nem megoldja a problémát. Nagyon sok praktikánk van, nagyon sok természetes antibiotikum áll rendelkezésünkre. Itt van mindjárt a fokhagyma, ezt mindenki ismeri. Azt viszont kevesen tudják, hogy a fokhagyma csak úgy foghatni, ha felszeleteljük, lereszeljük, földaraboljuk, ugyanis a benne lévő alicin hatóanyag, az csak a levegő oxigénjével érintkezve fog felszabadulni. Tehát az, hogy egyben lenyelek egy gereszt fokhagymát, az amíg nem történik semmi. De lehet pirítós kenyérre kenni, ételbe belerakni, stb. Aztán nagyon jó az ezüst kolloid. Ezt bioboltokban, gyógyszertárakban is be lehet ma már szerezni. Tökéletes antibiotikum, belsőleg szedve, orba csöppentve, fülben, még szembe is lehet, akár egy kötőhártya gyulladáskor szembe csöppenteni, tökéletes. Aztán ott van nekünk a grapefruit mag kivonat. Nagyon jó antivirális, antibakteriális hatása van, sőt, még bizonyos gombás betegségeknél is használható. Aztán ott van nekünk az aromaterápia, az illóolajokkal. Mindjárt a nagy ágyú a citromolaj, ami ebben az időszakban kimondottan nagy barátunk, ugyanis nagyon sok úgynevezett kókusz, tehát ezeket a genykeltő bacikat pár óra hossza alatt képes elpusztítani, tehát a meningokókusz, streptokókusz, stafilokókusz, pneumokókusz, ugye ezek a tüdőgyulladást, torokgyulladást, különböző gyulladásokat okozó baktériumok. Ezt úgy kell szedni, hogy egy teáskanál, vagy nyírfacukorra, vagy barnanátcukorra, testsúly kilogramtól függően egy 5-10 cseppet, mondjuk ez egy felnőtt ember adagja, rácsepegtetünk, és evés után elszopogatjuk. Finom is, jó íze van, és brutálisan gyors és jó hatású. Fontos egyébként itt, hogy ne a sima otthoni kristálycukorra csepegtessük? Nem, nincs jelentősége. Nincs. Annyi, hogy a folyadékba, tehát teába ne tegyük bele, mert abban nem oldódik, és felmarja a nyálkahártyát. Tehát mindenképpen vagy méz, vagy valamilyen formájú cukor. Na most arra felhívnám a figyelmet, hogy nem mindegyik illóolaj fogyasztható belsőleg, de a citromolaj igen, de ebből is a gyógyszerkönyvi tisztaságú, illetve töménységű illóolajat szerezzük be. Ezt vagy patikában tudjuk megtenni, vagy drogériákban, hát nevet nem mondhatok, tudom, de a zöld dobozos az, ami jó minőségű. Aztán ugyanígy például ott van a borsos mentának az olaja, ami orduguláskor szenzációsan jó, száraz inhalációval papírzsebkendőre rácsepegtetünk 2-3 cseppet, és jó mélyen orron, szájon keresztül beszívjuk. Egyébként ezt a citromolajjal is meg lehet tenni, például a pici babáknál, ugye akik még nem ehetik, teljesen jó, hogyha egy kis zsebkendőre vagy egy pelenkára rácsepegtetjük, és odarakjuk a párnája mellé. Mennyire fontos a mértékletesség itt is? Tehát mi az, ami javasolt mondjuk egy felnőtt embernél, aki szeretné megelőzni ezt a problémát, vagy házilag egy picit kezelni magát, hiszen nyilván nem lehet azt csinálni, hogy akkor jó, most mindenbe csepegtetek, teába, akkor a cukorral veszem be evés után, és akkor még mondjuk 2-3 féle cseppet próbálok meg alkalmazni folyamatosan. Mi az, amit lehet, és mekkora mennyiségben? Na most ezek az illóolajok, ugye ezek nagyon tömény és erős hatású szerek, tehát valóban a mértékletesség az fontos. Egy felnőtt ember adagja az általában, tehát mondjuk egy 60 kilós embert veszünk alapul, az olyan 6-8 csepp alkalmanként, ezt naponta háromszor. És egy olyan 5-6 napnál tovább ne alkalmazzuk.
Jó, gyerekeknél mondjuk 3 éves kor után már adható, gyermekeknél egy olyan 2-3 csepp maximum, kamaszoknál már egy olyan 4-5 csepp naponta 3-szor ugyanúgy fogyasztható. És nyilván nem minden, tehát ezt is gyógyszerként kell, vagy gyógyítószerként kell kezelni, tehát itt sem szabad túlzásokba esni. Jó, és ahogy mondtam, nem minden illóolaj fogyasztható. Vannak erre már nagyon jó könyvek egyébként, Biger Bauer párnak, ő már nem él sajnos, a Gyógyító illatok című könyve, talán még antikváriumban beszerezhető, nagyon jó recepteket ír le az úr. Ételekbe, levesekbe is használhatjuk ezeket, nem csak párloktatásra, de ahogy mondtam, nem mindegyik fajta fogyasztható. Zárásképpen mennyire hihetünk az internetnek, az interneten található cikkeknek, tanácsoknak, hiszen ugye nagyon sokan esnek, vagy esünk abba a hibába, hogy amikor ilyen van, akkor irány az internet, rákeresünk valamire, és megpróbáljuk az ott lévő tanácsokat magunkévá tenni. Hát én ettől mindig óva intek mindenkit, mert mi nem vagyunk egyformák. Tehát ami a szomszéd néninek bejött, az nem biztos, hogy nálam is működni fog. Tehát azért lehetőleg kérjük ki szakember tanácsát, ha más nem, legalább egy telefon erejéig. Hiszen ott van nekünk a homeopátia, ahol például nem mindegy, hogy szárazan köhögünk, hurutosan köhögünk, könnyezik a szemünk, mikor dugul el az orrunk, napközben vagy éjszaka, tehát a szerválasztás fontos. Nagyon sok jó praktika van az interneten, amit ki lehet próbálni, de ha komolyabb a baj, akkor mindenképpen a szakember segítségét kérjük ki. Én azt gondolom. Egy ilyen nagyon jó praktika például egy arcüreg gyulladásra, amikor egy krumplit egészben megfőzünk, 3 únyi vastag szeletet levágunk belőle, egyet-egyet az arcüregre, egyet a homloküregre teszünk, amilyen melegen el tudjuk viselni, egy frottétörölközővel letakarni és hagyni kihűlni. Gyönyörűen fellazítja a váladékot. Ha átfáztunk, hideg a kezünk, lábunk, ez nagyon sokszor előfordul. Például a sótaposás, 3 kiló legolcsóbb sót tepsibe megmelegíteni, mezit láb, amilyen forrón el tudjuk viselni, beletesszük a lábunkat, egy pléddel letakarjuk, és ezt naponta megcsináljuk 1-2 héten keresztül, gyönyörűen átmelegíti a testet. Tehát számtalan ilyen praktika van, amik interneten is megtalálható, de szakember is biztos rengeteget fog tudni segíteni ebben. Nos, hát én sem gondoltam volna, hogy legalább ennyi minden van otthon, hogyha benézünk a kamrába, vagy körbenézünk mondjuk a polcokon, a konyhába, akkor biztosan találunk otthon olyan dolgokat, olyan egyszerű házi praktikus, már meglévő mondjuk zöldségeket, növényeket, gyümölcsöket, vagy csak alapból ezt a sóterápiát, amely ugye segíthet, és ezzel is megelőzhetjük a betegséget, illetve ha már elkaptuk, akkor mindenképpen érdemes ezekkel is próbálkozni, hogy kilábaljunk belőle. Dr. Paporsoly, a természetgyógyásznak köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Életforma című egészségügyi életmód magazinunkba. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is.